Na sziasztok! Akkor az előző részben lezavartuk a DLC-t, és hát valószínűleg ez lesz az utolsó Dark Souls-os videó. Ugyanis most a végjáték következik. Na, de szerintem a stáblista nézegetése tovább fog tartani, mint maga az egész boss harc, na mindegy. Ez majd még kiderül. Na, menjünk 20 taskával, ha már megtehetjük. Ténylegesen semmi dolgunk nincsen, mint beszélni a hüllővel. Igen, ezt már mondtad. Azt, hogy most lenyel minket, azt inkább ne nézzük végig megint, mert én speciál nem vagyok rá kíváncsi. Na, most pedig egy dolgunk van. Ajánljuk fel az utolsó lelket, Nitoét is. Hoppári! Na, beszéljünk a hüllővel. Ah! Oh, the Lord Vessel is satiated. Magnificent! You are the righteous successor to Gwyn. The new great lord, and I am Queen Seeker no more. Your acquaintance was an honor. I must admit, I am fond of you, human. May you enjoy serendipity, and may the age of fire perpetuate. Most oké, hogy egyébként a jó befejezés próbáljuk meg előidézni, de attól még úgy, hogy választhatjuk a rosszat, és ez teljesen rajtuk kell. Tök mindegy, hogy most melyik hüllővel haverkodunk. Most ezt mutattam meg, na akkor a játék utolsó helyszíne következik. Hoppá, itt lehet látni egy-két Black Knightot. Jaja, Kiln of the First Flame. Ahogy a Dark Souls 3-ba is volt. Nagyon fasz, a gyönyörű helyszín. Itt pedig állandó ellenfélnek van 5 darab Black Knight. Ezek itt újra termelődnek, akarjátok, mindenféle fegyverrel itt vannak, lehet őket farmolni. Egész nyugodtan. Nincs semmi akadálya. Arra nem volt szó, hogy mellé ütök. Szettjüket is meg lehet... Na, tessék, egy Black Knight Sword-on már van. Királyság. A pajzsról azt kell tudni, hogy 95%-os tűzvédelme van, és itt a Gwyn boss harc ellen például tudom ajánlani. De mivel mi ezzel most nem rendelkezünk, jó lesz ez a Silver Knight Shield is. Hoppá. Anyád. Red Titanite Chunk. 2 legyakva, maradt még 3. Azt a Gwyn boss harcnak majd mutatom a fajta verzióját, mutatom azt, hogy ha nem nagyon tudtok perrizni, akkor hogy csináljátok. Én pedig megpróbálok majd perrizni. Aztán reméljük, hogy nem égek be, mint a Reichstag. Hoppá! Ez egy hit lesz. És nem. Feláborító. Túléli. Black Knight Shield. Mi a fasz? Nézzük csak meg. Silver Knight, az Lightning ott 65-be, Fire 75. Aha, a Magic-et ez szarul bírja. Igen, mondom, a tüzet az pedig 95%-ba. Hát... Igazából most megtehetném azt, hogy visszamegyek és kihúzom Twinkling Titanite-t a maxosra, de... Akár meg is tehetném igazából.
De nem, mert hogyha tudok perizni, akkor lényegében tök mindegy, hogy milyen pajzsom van. 75%-ban ez is kibírja, csak mindegy, mondom, hogy itt a... Mondjátok már mi az... Black Knight Shield-et tudom ajánlani a leginkább. Vagy esetleg még a Black Iron Grey Shield-et, mert annak is 90%-os tűzvédelme van. Egészségedre! Bár ugye tisztában vagy vele, hogy ez nem tesz jót a térnek. Ilyen ugrás. White Titanite Chunk. Igen, a Halberdesek pedig Blue Titanite Chunkot szoktak. Király! Megint Black Knight Shield. Fasza. Hát akkor... Nézzük az utcsó bosszt, aztán reméljük, hogy a Perry nem hagy minket cserbe. Gwyn... Hát a legelső Lord of Cinder. Ott van. 128 és... 803. Megint? Gyerekem, most ha ki tudom használni, na mindegy, azért hagyok neki egy kis teret. Hogyha nem tudtok perizni, akkor ne csináljátok ezt a fasságot, mint én. Csaljátok be egy ilyen cseppkőgeci köré, és akkor itt tartsátok a távolságot, mert elég messzire elér. Vagy tudok ajánlani egyszerűen, tanuljatok meg perizni, és akkor pár ütésből le lehet őt zúzni, így. Ott van. Tudj, gyerekek, ez 2 perc volt. Annak, aki tud perizni. Na itt pedig most, akkor előállhat a 2 befejezés. Hogyha... meggyújtjuk itt a bonfire-t, akkor a Link the Fire Ending lesz, ha meg visszamegyünk. Akkor nem a tűz, hanem a sötétség korszakát hozzuk el, azaz a Dark Lord Ending. Hát mondom, igazából mind a kettőt meg lehet valósítani, tök mindegy, hogy melyik hüllővel haverkodtunk, meg hogy milyen lépéseket tettünk, de hát most ugye tiszta, hogyha már a jó befejezés felé konvergáltunk, akkor azt is valósítsuk meg. Tehát ja, Link the Fire. Az, hogy elég a karakterünk, az nem tudom, hogy nevezhető egy jó befejezésnek, inkább éljük túl. Igaz, hogy mi leszünk, Dark Lordok leszünk, de legalább túléljük. Mondjuk nem biztos, hogy meghalunk, csak picit megpörkölődünk, fasz tudja. Hoppá, hoppá, hoppá. Nagyon hangulatos. Elég epikus mondhatni. A zene a stáblista menések közben pedig még inkább. Na tehát, itt úgy lehet átmenni New Game Plus-ba. Hát, tök egyszerű, végignézitek a stáblistát és a játék automatikusan átdob. Tehát itt nincs az, mint a második meg a harmadik részben, még egyszer mondom, hogy végigviszitek azt, akkor majd átmentek, hogy a kedvetek úgy tartja, nem? Itt, hogyha az adott New Game-en akartok maradni, akkor egyszerű, ne nyírjátok ki az utolsó boss-t, és akkor még tudtok farmolni meg, amit akartok. Mert mondom, ennek itt vége, hogy automatikusan ismételten az Undead Asylum-ba fogunk kezdeni. Ugye ezzel a körülbelül 80-valahány ezer lélekkel, ami jelenleg most nálunk van. Aztán hát, ja. New Game Plus-ról már eleget beszéltem a másik 2 szószjáték alatt, és hát akkor mit mondhatnék? Ennek is a végére értünk, most jelenleg a csatornán több Dark Souls-os videó egyelőre nem lesz, mert nincs több a birtokomba az a helyzet. Ugye beszéltem még a Demon Souls-ról is, hogy majd azt is kéne nyomatni. Tehát az meg a Bloodborne is, ami még ilyen Souls-like játék, az a kettő igazából a jövő zenéje. Tehát, ja, most így Dark Souls-ból egyelőre ennyi, hát mit is mondhatnék erre az első részre is. Hatalmas élmény volt játszani vele megint ilyen, nem is tudom, majdnem 3/4 év kihagyás után. Tudott újakat mutatni, meg ismételten próbára tette az idegrendszeremet, ahogy azt vártam. És
még mindig azt kell, hogy mondjam erről a játékról, hogy ahhoz képest, hogy több mint 5 éves, szerintem még mindig ott van a toppon. Én még mindig olyan játékként tekintek rá, mint olyan most jelent volna meg, és most egyáltalán nem a grafikára célzok, hanem játékélményben még mindig az egyik legjobb. Meg mondom, nekem ez a 12. végigjátszásom volt belőle, aztán bukkantam egy pár új dologra így is. Tehát azért nem sok játéknál fordul ez elő, hogy ennyi végigjátszás után, meg ennyi beleölt óra után, és tud újat mutatni. A legtöbb az olyan, hogy végigviszed egyszer vagy kétszer, aztán sarokba dobod, mert lerágott csont lesz az egész, az jöhet a multi. Itt ez viszont nem ilyen egyszerű. Meg ugye egy-két feliratkozón kérte, hogy a... Most hát inkább csak kérdezte, hogy a Doomról is, meg az Overwatchról lesz-e végigjátszás. Hát az Overwatchot azt szerintem offolom. A Doomról viszont majd talán lesz, de... Most... Én inkább a Metro 2033-ra és Last Light-ra gondoltam, hogy előbb azt pörgetem majd ki. Mert ugye jelenleg most nekem az elérhető. Meg még lesz egy pár játék majd, tehát... Azért, mert most végigvittem mindhárom Dark Souls, nem fog megállni az élet. Rengeteg végigjátszásom lesz még, ez úgy is mondhatni, hogy ez még csak a jéghegynek a csúcsa. Hogy bemutatom ezt az eléggé nehéz trilógiát, úgymond. És azt is hozzátenném, hogy egyébként nem követendő példa az, hogy én hogyan játszok, tehát ezzel is egyféleképpen ki lehet húzni a karaktert, meg nem is muszáj olyan irányba haladni, ahogy én megyek. Tehát lehet pályákat egymás után rakosgatni tök más sorrendben, én igazából az első egyben meg a kettőben úgy játszok, ahogy én azt optimálisnak tartom, meg kényelmesnek, karakterfejlesztés szintén. A Dark Souls 3-ba pedig, hát jó, ott is lényegében ez volt a fő irány, csak hát ott rengeteg dolog még ismeretlen volt. Ezért is most szükséges, hogy azt újra játszom még egy párszor. Nem csak azért, hogy az összes endinget azt úgy előidézzem, hanem fejlesztem a karaktert, PvP-zgessek meg minden, meg haverokkal kópozzunk, mert ugye van ilyen szokásunk, hogy ilyen 2-3-as kóba, a 3-ba, akár 4-esbe is végigvisszük, aztán közben ökörködünk. Hát, mit is mondhatnék még így nektek? Nem igazán tudnék semmi egyéb értelmessel szolgálni. Nézzük végig a stáblistát, aztán el is búcsúznék. Ja igen, talán még annyit mondanék, hogy az Evil Within-ről is várható majd végigjátszás. Imihaeromtól sikeresen be fogom tudni majd szerezni, még ebben a hónapban, tehát valószínűleg először Metro, aztán Evil Within, aztán meg esetleg Doom. Addig is, András voltam, sziasztok, és köszönjük, hogy végig kísértetek ezen a végigjátszáson is.